120 pedagógus zárta Egerben a programot. Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről is érkeztek történelemtanárok a Rákóczi Szövetség gyöngyösi táborába. Idén elsősorban vallási témákkal foglalkoztak. A Rákóczi Szövetség mindig arra törekszik, hogy a történelemtanárok táborában valami más téma kerüljön minden évben napirendre. Idén a vallási kapcsolatok és a közép-európai térség a középkortól napjainkig ez ölelte fel a témát. Igyekeztünk olyan előadókat választani, akik ezt a témát különböző megközelítésekből mutatták be. Habis László polgármester üdvözölte a résztvevőket. Azt mondta, Eger köztudottan iskolaváros, ezt a jelleget szeretnék megőrizni, és ha lehet, továbbfejleszteni. Kiemelte, Egerben idén fontosak a Gárdonyi Emlékév programjai, ezeket is ajánlotta a pedagógusoknak. Az oktatók tábora egyébként minden évben a határoktól független, közös tudásra irányítja a pedagógusok figyelmét.